hogy megnézzük ezt a harcot, ami a spirituális birodalomban zajlik. Először is el fogjuk kezdeni Daniel 10-es fejezeténél, amely arról szól, hogy Círusnak, Perzsia királyának harmadik esztendejében egy ige jelentették Danielnek, aki Baltazárnak nevezteték, igaz az ige, és nagy bajról való, és figyele az igére, és megérti a látomást. Az ige, dabár, ugyanúgy, ahogy az előbb volt, a látomás pedig nem más, mint mare. Látvány, megjelenés, kinézet, külső alakforma, egy látvány, vagy egy jelenség. És néhány verssel később láthatjuk azt, hogy az első hónapnak 21. napján imén a nagy folyóvíznek, azaz a Hidekelnek partján valék. Felemelém szemeimet, és látám, ímé egy férfiú, ez a férfiú itt is, mint férj, vagy pedig férfi hímnemű ember. Gyorsba öltözve, dereka upázi aranyjal övezve, teste olyan, mint a társiskő, orcája olyan, mint a villám, szemei olyanok, mint az égő szövétnekek, karjai, lába, mint az érc, izzó ércnek színe, és az ő beszédének szava olyan, mint a sokaság zúgása. Még mielőtt tovább folytatnánk Dániel 10-es fejezetet, gyorsan ugorjunk el Higalú, vagy Jelenések könyve első fejezethez, és a 13-as verset nézzük meg. És a hét gyertyatartók között hasonlót az ember fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körül övezve. Az ő feje pedig, és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó, és szemei olyanok, mint a tűzláng, és lábai hasonlók valának az izzó fényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg, a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Ha visszanézzünk Danielhez, akkor látjuk, hogy nagyon is hasonló a két karakter, gyorsba öltözve, dereka aranyjal övezve, és szemei olyanok, mint az égő szövétnek, vagyis a lámpás, a színe olyan, mint az izzó érc, és hangja olyan, mint a sokaságnak a zúgása. Jelenések, második fejezet, 18-as versben pedig szintén ugyanezt a jelenséget írja le, a Thiatira beli gyülekezet angyalának pedig írt meg, ezt mondja Elohim fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng vagy a lámpás, akinek lábai hasonlók az izzó fényű érchez. Szóval egy ehhez hasonló karakter jelenik meg Danielnek a 10-es fejezetben. Ugye egyedül ő látta, hiszen a többiek megrettentek, és ő maga is ájultan a földre esett. És maga a karakter, akit látott, így szólt. Daniel, kedves férfiú, értsd meg a beszédeket, amelyeket én szólok neked, és állj helyedre, mert most te hozzád küldettem, és mikor ez szót szólál velem, felállék reszketve. És mondta nekem, ne félj, Daniel, mert az első naptól fogva, hogy a szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te hatalmasságod előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. Szóval az angyal eljött, hogy segítsen, hiszen Daniel megalázkodott, és engedelmes lett, beismerte a bűneit és az egész nép bűneit, meghallgattattak az imái, ezért küldte el Elohim az egyik angyalát. Azonban valami történt útközben, és ezt a 13-as vers írja le. De Perzsiának fejedelme ellenem állott 21 napig, és ímé Mihael, egyike az előkelő fejedelmeknek eljöve segítségemre, és én ott maradék a perzsa királyoknál. Ez a perzsiai fejedelem, ez a sár szóból ered, amely törzsfő, törzsi vezető, vagy pedig egy nemes, hivatalnok, hadvezér, vagy kapitány, parancsnok, vagy vezér. Fő, vagy első valakik között. A kérdés az, hogy hogyan képes Perzsia fejedelme ellenállni egy spirituális lénynek, egy maláknak, vagy egy angyalnak. Nyilván sehogy, hiszen a kettő nem is azonos jellegű. Itt nem Perzsia királyáról van szó, az emberről, hanem azokról a fejedelmekről, amik Perzsia fölött állnak, azok a spirituális lények, amelyek irányították a perzsa birodalmat, ugyanúgy, ahogy azok irányították Egyiptomot, Babilóniát és az összes nagyobb birodalmat a történelem során, egészen mind a mai napig. Hiszen Mihály
vagy Mihály segítsége kellett, ugye róla már volt szó, egyike az előkelő fejedelmeknek. Ez a fejedelem, ez a Sár, az előkelő pedig Rishon. Rishon az az első, korábbi, azelőtti, vagy első. És ő az egyik vezetője a spirituális birodalomnak, ezeknek az angyalok. Rosh az maga a fej, valaminek a csúcsa, a teteje, vagy tetőpontja. Egy fő, vagy fejedelem, első hely. Ugye Mihálynak kellett a segítségére sietnie ennek az angyalnak, annak érdekében, hogy le tudja győzni a Perzsia fejedelmét, és el tudjon jönni onnan. Egyértelmű tehát, hogy egy háború zajlik abban a birodalomban, amit mi nem vagyunk képesek felfogni az érzékszerveinkkel, és Mihály számtalan alkalommal ilyen problémába ütközött. Nézzük meg egy következőt. Judás írása egy érdekes íromány, és annak ellenére, hogy rövid, számos utalást tartalmaz erre a spirituális vagy angyali harcra. Az egyik ezek közül a 9-es versben található, az első fejezetben, mely így szól. Pedig Mihály, arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván Mósé vagy Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondta, dorgáljon meg téged, Jahua. Látjuk azt, hogy Mihály kénytelen volt harcba szállni az ellensége Diakrino, elválaszt, megkülönböztet, különbséget tesz, vagy különbnek tart. Megítél, vagy eldönt, vagy pedig vitázik, vitatkozik, meghasonlik, vagy harcba száll. Ez az, ami a kettejük között történt. Harcba szállt az ellenséggel, az ördög az ugye Diabolos, ami is tán másik neve, Diaballo, uszít, összeveszít, nézeteltérést hoz, és a többi szóból ered. Mózes teste felett vetélkedett, ami ugye dialegomai, megvitat, fejteget, megbeszél, megtárgyal, vagy vitatkozik, vagy érvel. Nem feltétlenül egy fizikális harcról van szó. Valószínűleg a spirituális birodalomban másképp zajlik le ez az egész, de mivel nem tudjuk pontosan, ezért fölösleges belemenni, a tény marad, hogy Mihály kénytelen volt valamilyen formában vetélkedni Mósé teste felett az ellenséggel, hogy azt meg tudja szerezni. Nézzük meg, hogy mi történik Higalú jelenések könyve 12-es fejezetben. A 3-as vers így ír. Láttaték más jel is az égben, és ímé egy nagy veres sárkány, akinek 7 feje vala és 10 szarva, és az ő fejében 7 korona, és a farka után vonszá az ég csillagainak harmad részét, és a földre veti azokat. A nagyveres sárkány ugye az ellenség, akinek 7 feje, 10 szarva vala. Ez egyébként egy földi birodalomra is utal, arra a birodalomra, melyet ő vezetett, ami ugye a római birodalom, a Vatikán, illetve a világi részek egybeolvadásával. De nem ez a fontosabb, hanem az, ami a 4-es verszakban olvasható, hogy az ég csillagainak harmad részét magával vonzza, és a földre veti azokat. A csillag kifejezés, aster, csillag, vagy pedig hullócsillag, meteor. Szóval mindazok, akik állandó jelleggel azt kérdezik, hogy akkor mi van a hullócsillagokkal, mi van a hullócsillagokkal, ez van a hullócsillagokkal. A csillagok nem mások, mint azok, amiket mi angyaloknak nevezünk. Malakim, Angelos, vagy azok a küldöttek, hírvivők, Elohim és az emberiség között. Ezek nem égi testek, hanem spirituális lények az égen. Egyébként Eszter neve az csillagot jelent, ugye Istár vagy Asterot, Astarte, ez mind-mind ennek a különböző változatai. A spirituális háború azért dúl a két oldal között, mert az ellenség megtévesztette nem csak saját magát, hanem ezeknek a harmad részét is, és most ők mindent elkövetnek az ügyben, hogy az emberiséget eltérítsék arról az útról, hogy visszataláljon a teremtőjéhez. Egy viaskodásról olvashatunk a 7. versben, és lőn az égben viaskodás. Ez az ég, ez nem más, mint Uranos, amit már jól ismerhetünk, a legfelsőbb menny. Mihály és az ő angyalai, Angelos, vagy Angelos, ugyanaz, ami Malakim,
ugye a tanákban, viaskodnak vala a sárkánya, és a sárkány viaskodik vala az ő angyalaival. Szóval a két csoport egymással harcolt, és azóta is harcban áll. Ekkor még ugye Uránoszban volt a csata, ami a legfelsőbb menny, azonban onnan már kitaszítatta. A 8-as versből ez kiderült, de nem vehetének diadalt, és az ő helyük sem találtaték többé a mennyben. Ez a menny ugye a legfelsőbb menny, Uránosz, vagy Samai, Samaim. Ekkor vetteték le a földre a nagy sárkány, a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek, és Satánnak, ki mind az egész földkerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai ő vele levettetének. Az, amiről itt ír, kibontakozik előttünk ebben a néhány versben. Ez a háború a két csoport között azzal végződik, hogy Satán lekerül a földre, és az emberek között él ezzel a csoporttal, és itt próbálja megtéveszteni az emberiséget. És nem csak, hogy próbálja, hanem eléggé sikeres is sajnos. Egy érdekességet mutatnék mindenkinek, az egész föld kerekségét elhiteti. Azaz mindenkit, aki a földön él. Szóval mindenki beletartozik ebbe a csoportba egy ponton az életében. Ezen kívül az egész nem más, mint a görög szó holosz. Egész, teljes, épsértetlen, amiből a Magyarországon is használt például holisztikus kifejezés származik. Ami azonban érdekesebb ennél, a föld keregsége nem más, mint ökumené. Földkerekség vagy világ. Lakott világ, emberek világa, ugye akkor a római birodalom volt. Oikeo, lakik, él, lakású, bír, lakik valamit. Az ökumenikus mozgalom, amit a katolikus egyház vezet, az arra irányul, hogy az egész földkerekséget, az egész világot, mindenkit, aki a földön él, egy vallás alá helyezze. Ez az, amit Satán véghez próbál vinni. A törvénytelenséget hirdető katolikus, illetve keresztény egyház az a nagy átverés, illetve az a nagy megtévesztés, amit az ellenség használ annak érdekében, hogy a lehető legtöbb embert magával vigyen oda, ahova ő halad. Ha visszamegyünk Júdáshoz, láthatjuk azt, hogy hova is haladnak ezek az angyalok, illetve hogy hol is tartózkodik egy részük. És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta. Ez a fejedelemségek pedig nem más, ugye, mint Arché, amiről korábban már szó volt, ami kezdett, eredet vagy uralkodás, hatalom, vezetés, hivatali pozíció, hatáskör. Nem tartották meg azt a feladatot, ami rájuk volt bízva. Az nem volt elegendő számukra. Elhagyták a lakóhelyüket. A lakóhely pedig nem más, mint oiketerion. Lakóhely, szállás vagy szoba. Az a kifejezés, amit olvastunk az imént Jelenések könyvében, az ugyanebből a szótőből származik, oikeo, lakik, él, lakásul bír. Vagy pedig oikosz, ami család, vagy háznép, háztartás, gazdaság. Épület, ház, lakóhely, otthon, vagy szoba. Hogyha felidézzük azt, hogy Yahuwah maga, mint Abba, mint az atya, az erős házat jelent, ugye, Alef Bet, erős ház. Ő az a ház, ami a lakóhelye mindazoknak, akik az ő gyermekei. És tudjuk azt is, hogy az angyalok szintén az ő gyermekei voltak, legalábbis mindegyik egykor az volt, ugyanúgy, ahogy az emberek. Csak elhagyták ezt a lakóhelyüket. Azzal, hogy úgy viselkednek, elhagyják a lakóhelyüket, azt a szállást vagy otthont, ami az atya, hiszen nem engedelmeskedtek neki, egy más háztartást, más otthont létesítettek maguknak itt a földön. Azzal, hogy ugye Bereshit 6-os fejezetben lejöttek az emberek lányaihoz. Így most ahelyett, hogy örök életűek lennének, és az ő jelenlétében élnének, bilincsekben vannak, és a sötétségben elzárva, hogy ugyanazt az ítéletet megkapják, amit az engedetlen emberiség. Tudjuk azt, hogy Yahuwah az, aki megítéli őket, hiszen Zsoltárok, Tehelim, 89-es fejezet, 6-os verstől így ír. És az egek dicsérik a te csoda dolgodat,
Jahua, ez ugye Jehova ez a kifejezés, az egek pedig nem más, mint Samai Samaim, a legfelsőbb ég, vagy egek, vagy mennyek, ugye több fokozata van ennek az egész rendszernek. Szóval ezek dicsérik az ő csoda dolgait. Te hűséges voltadat is a szentek gyülekezetében. Kados, kados, szent, oda szentel. Ez a gyülekezet azonban nem az emberek gyülekezete lesz, hiszen ez ki fog derülni a következő verszakból. Ez ugye kahal, tömeg, közösség vagy csoport. Egy gyülekezet, egyház, közösség. Hiszen ez a felhőkben van, onnan tudjuk, hogy a hetes versben így folytatja, mert a felhőkben kicsoda hasonlatos Jahuához, olyan, mint Jahua, Elohimnek fiai között. Elohimnek fiai között említi őt, hiszen azt mondja, hogy ki az, aki olyan a mennyekben, mint Jahua, Elohimnek fiai között. Úgyhogy ez nem lehet az atya, akiről szó van. Nézzük meg, hogy a Káldi hogyan fogalmaz. Ugye megnézzük a hetes verset, akkor rájövünk arra, hogy nem az atyáról beszél úgy, mint Istenről, hiszen nem beszélhet róla. Így szó, mert ki hasonló Jahuához a fellegek közt, ki olyan El Isten fiai között, mint El. Ha visszamegyünk és megnézzük a Károliban, akkor látjuk az, hogy itt az, ami a másik verzióban Istennek van lefordítva, Isten fiai között, mint Isten. A Károli úgy fordítja, hogy Úr az Isten fiai között. Azaz még a két magyar kifejezés sem egyforma. Hogyan képzeli az ember, hogy megérthető, hogy miről van szó, hogy a két fordítás két különböző verziót ad ugyanarra a szóra? Két teljesen különböző, hiszen Isten és Úr nem lehet ugyanaz, hiszen két külön szó. Azt kérdezi a Károli, hogy ki olyan Istenek fiai között, mint az Úr. A Káldi meg azt kérdezi, hogy ki olyan Isten fiai között, mint Isten. Hogy lehet az apa meg a fiú összehasonlítva lehetetlenség, hogy a kettőt egybe szembeállítsa? Azért nem így van, mert különbséget kell tennünk az atya és az ő szava között. A szó az az első teremtett mindenek előtt, és utána minden általa és neki teremtetett. Ezért van egy hierarchia, és nagyszerűen érzékelteti azt a Káldi is, és ugyanúgy a Károli is, csak a Károli egy kicsit bonyodalmasabb. Mikor azt írja, hogy ki olyan, mint az Úr, ez Jehova, vagy Jávé, az Elohim fiai között, ez a szó viszont már El, és nem Elohim. Hiszen nem az egységre utal, ami Elohim, hanem a teremtőre, mindenek teremtőjére, ami a szó. El az, aki mindent teremtett, a Malák Jahua, Jahua angyala, a csipkebokorban, Jahusá Hamásiák, mindenhol különböző formában ugyanaz a szó, aki közvetített az atya és az emberiség között. Az első teremtett, aki által és akinek mindent teremt vele. Ez az, akiről itt beszél. Most már érthető, hogy miért volt zsidókhoz, miért hasonlít, mondta az, hogy melyik az az angyal, aki a jobbján ül, hiszen erről beszél itt is. Ki az, aki ehhez hasonlatos minden fiai között az atyának? Senki. Ő az egyetlen, aki különböző mindegyiktől. És a Káldiban sokkal jobban látszik. Ki olyan Isten fiai között, mint Isten? Ki az, aki hozzá hasonlatos? Senki. A katolikus verzió így szól. Hiszen ki olyan a felhők közt, mint az Úr, az Istenek fiai közül ki hasonlít hozzá? Hogyha ő az atya, minek is egyáltalán összehasonlítani valamiféle teremtménnyel? Teljesen fölösleges, mindenki tudja, hogy ő mindenek fölött áll, nyilván senki sem hasonlatos hozzá, nem róla beszél. Ez az Úr, ez egy másik, ez a Malák Jahua, akit először teremtett, az ő szava, aki által mindent teremtett, és akinek mindent teremtett. Az arany verzió lényegében megerősíti. Ugyanez kicsoda hasonlatos az Úrhoz az erőseknek fiai között. Ugye erőseknek fordítja El, mint hatalmasság, vagy vezető, vagy Isten. Ha megnézzük a King James fordítást, ugyanezt mondja, gyakorlatilag ki az a mennyekben, aki Jahuához hasonlatos? Jahuához a fiúhoz. Ki az a hatalmas fiai közül, aki Jahuához hasonlatos? A hatalmas az a szó, ami ugye elnek fordított, a héber szó el,
itt ugye Isten, míg a King James-ben hatalmasként fordította, még csak nem is God-ként, ami ugye az Isten angol megfelelője. A Septuaginta megint csak egy más verziót ad, és azt mondja, hogy ki az, aki hasonlatos Jahuához Istennek fiai közül? Ki az, aki ehhez hasonlít? Minek hasonlítaná az atyád? Minek beszélne egyáltalán arról, hogy ki az, aki olyan, mint az atya, mikor tudjuk, hogy senki nem olyan, mint ő? Ő az, aki mindenhol jelen van, ő az, aki mindent teremtett, aki mindent tud, aki mindenek felett áll a leghatalmasabb. Hogy is hasonlíthatna egy angyalt hozzá? Azért, mert nem hozzá hasonlítja. Igen, rettenetes. El. Vagy vezérvezető egyes számban ő, a kadus, kadus, a szentek gyűlésében félelmetes mindazokra, akik körülte vannak. Ő a leghatalmasabb ezek közül a teremtmények közül. Remélem mindenki számára világos az, amit mondani szeretnék az atya és a fiú így viszonyul egymásnak. Azért mondja itt, hogy Elnek fiai és nem Elohim fiai, hiszen itt a fiúra utal. Ki az, aki hasonlatos Jahuához, a fiúhoz? Ki olyan, mint Jahua a fiú, az El fiai között, hiszen a fiú által teremtetett mindent. Szóval az ő fiai azok, akik körbeveszik őt. Nem az atya van köztük, hanem a fiú és általa és neki teremtetett minden, tehát ezek az angyalok is általa lettek teremtve. Egy gyülekezetben vannak, utána úgy folytatja, hogy igen, rettenetes El ő ki, a fiú az, akiről van, az akiről szó van, hiszen ő van a szentek gyűlésében, félelmetes mindazokra, akik körülte vannak. Ő a leghatalmasabb ezek közül. Ő teremtette az atya, ő teremtette az összes többi mindent az után. Ezek után, ha megnézzük Jesiahu Ézsaiás 14-es fejezet 14-től, amit valószínűleg mindenki ismer, miként estél alá az égről fényes csillag hajnal fia helyláben, se kár, ez ugye se tám maga, levágattál a földre, aki népeken tapostál. Ugye láthattuk, hogy a nagy sárkány hogyan hullott le, hogyan vesztette el a hatalmát és a pozícióját. Nézzük, mi volt a probléma. 13-as vers leírja, holott te ezt mondád szívedben, az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Ugyanez a gyülekezet, ahol megbeszéltük, hogy ki az, aki a legnagyobb. Nem véletlenül azt a szót használja, hogy El csillagai fölé helyezem ülőszékemet, lakom a gyülekezet, Moed, kijelölt idő, időpont vagy ünnepnap, kijelölt találkozás, kijelölt hely, gyülekezőhely, találkozóhely, megbeszélt jel vagy jeladás. Ugyanezt mondja a Gesinius szintén. Messze északon fog majd ő ülni a gyülekezet hegyén, El csillagai fölé helyezi az ő ülőszékét. Azaz az angyal, a Malákia hua az, akit ő ki akar szorítani. Hiszen a szó az, aki mindent teremtett, és a szó az, akit mindenki dicsér, és ezáltal jutunk el az atyához. Fölübök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Magasságos Elion, a legmagasabb, legfelső. Ezáltal, hogy a gyülekezet hegyén fog ülni, Elohim csillagai fölött, ezáltal le akar hasonlatos lenni az atyához, a legmagasabbhoz, aki megkapja az összes dicséretet azoktól, akik értik, hogy miről van szó. De nem fogja tudni letaszítani, nem az atyáról beszél, nem arról beszél, hogy majd ő az atyát fölé helyezi az ülőszékét, hanem El csillagai fölé helyezi. Azt mondja, hogy hasonló lesz a magasságoshoz, és a felhők fölé hág. Nem tudja az atyát letaszítani onnan, ő ezzel tisztában van. Ő hasonlatos szeretne ehhez lenni azáltal, hogy a gyülekezet, a kijelölt idő, az ünnepnap hegyén a saját széke található. Az az egész világ tudatlanságában őt szolgálja az ünnepeivel, a különböző törvényeivel, azzal az útvonallal, amit követ, amilyen életet él. Ez az, amiről beszél itt. Remélem, hogy ez a néhány információ, amit eddig megtárgyaltunk, hasznosnak bizonyul mindenki számára, és egyértelművé teszi azt, hogy ez egy összetett dolog, amiben mi részt veszünk. Az, amit mi életnek hívunk, az sokkal árnyaltabb annál, mint amit az én kegyelem alatt vagyok, és nekem minden mindegy.
tanítás próbál az emberek többségével elhitetni. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!